A meleg időjárásban hőségben fokozódhatnak a krónikus betegek panaszai, de a sűrűn változó fronthatások az egészséges szervezetet is megviselik. Az időjárási frontok gyakori változásai negatív hatással lehetnek a közérzetre, befolyásolják a koncentrációs és a teljesítő képességet is, ami a közlekedésben lehet veszélyforrás. Azoknál, akik érzékenyek az időjárás változásaira, tünet lehet az alvászavar, a fáradékonyság és a fejfájás. A meleg és hideg front átvonulások súlyosbíthatják a cukorbetegséget, a reuma, a magas vérnyomás panaszait. Előidézhetnek migrént, szívinfarktust vagy akár epilepsziás rohamot is. Főként kánikula idején fontos fokozottan figyelni, szükséges a folyadék az ásványi anyagok megfelelő pótlására. Vannak tudósok, akik szerint az időjárásra való érzékenység civilizációs betegség, melynek hátterében a nem megfelelő életvitel, a káros szokások, valamint a környezeti ártalmak állnak. Dr. Nagy Gabriele a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm, főorvosasszonyt, házi orvos. Nagyon érdekes ez a téma, mert azt gondolnánk, hogy ez meteorológia és orvostudomány és a kettőnek a határán áll, és akkor, hogy a fronthatások tulajdonképpen hogyan is befolyásolják az emberi szervezetet. Érdemes azt tisztázni tulajdonképpen, hogy mit jelent a front, vagy mit nevezünk frontnak, mikor beszélünk fronthatásról. Fronthatásról akkor beszélünk, hogyha egy keskeny sávban a hideg és a meleg levegő keveredik egymással, ez vált ki egy időjárás változást, ami az emberi szervezetre hatással van. Ennek megfelelően lehet hidegfront, melegfront vagy kettős fronthatás, ami különböző panaszokat okozhat, vagy betegségeket egyénenként, kortól, nemtől függően. Mi a jellemző, milyen egészségügyi hatása van a frontoknak, hogyha még most nem is vesszük szét, hogy melegfront, hidegfront, stb., hanem összességében mi mondható el, mi változik meg az emberi szervezetben? Az emberi szervezetben állandóan egy szabályozás működik az időjárás változásnak megfelelően, mind a hormonrendszer, mind az immunrendszer, mind a testhőmérséklet szabályozása igyekszik megfelelni a külső környezeti hatásoknak. Ha ez a szabályozó rendszer felbomlik, akkor jelentkeznek a fronthatás tünetei, ilyenkor jelentkezik a frontérzékenység. Nem beleszületett a frontérzékenység, hanem ez idővel alakul ki az emberekben. A gyerekek hőháztartása még nagyon szabályszerűen működik, és ennek jó példája az, hogy gyerekek 35-40 fokban vigan szaladgálnak minden panasz nélkül, jó leizzadnak, de más problémájuk nincs, mint hasonló esetben a felnőttek, ezt már nem valószínű, hogy bírnák, vagy sokkal kevésbé. Vagy ugyanígy ez hidegre kivetítve, hidegben a gyerekek nem fáznak meg, bármennyit kint tartózkodnak, felnőtteknél lesz sokkal inkább. De gyakorlatilag minden harmadik ember frontérzékeny. De általában a frontérzékenység tünetei 30-40 éves kortól kezdődnek. Tehetünk-e az ellen valamit, hogy ezt a frontérzékenységet megelőzzük, elkerüljük, vagy már csak a tüneteket enyhíthetjük? Igen, mert a frontérzékenységnek az egyik oka a környezeti... Tehát, hogy nem vagyunk kinn a környezetben eleget. Erre környezeti edzetlenség gyakorlatilag. Nem vagyunk eléggé megedződve a környezeti hatásoknak. Nagyon keveset töltünk a szabadba, ezért a megelőzésnél nagyon fontos lenne az, hogy minél többet, több időt töltsünk a szabadba, többet mozogjunk a szabadban, több folyadékot igyunk, napi 2-3 litert feltétlenül fontos. Időnként méregtelenítsünk, nagyon jót tesz a szauna, váltófürdő használata, 2 perc hideg, 2 perc meleg, zuhanyozás, különböző méregtelenítő teák használata, aromaterápia, sok mindent tehetünk, vagy akár csak a nikotin és az alkoholfogyasztás csökkentése is sokat segíthet. Tehát akkor erre egy kicsit fel tudjuk készíteni a szervezetünket, vagy tudjuk edzeni a szervezetünket? Igen, mindenképp, és érdemes is erre odafigyelni, mert ha megfigyeljük, a régi öregek sokkal kevésbé voltak frontérzékenyek. Ez szinte napjaink betegsége is, mindenféle, szinte a szülészettől kezdve belgyógyászatig nagyon sok területen lehet tapasztalni a fronthatást, hisz nem tudom, hogy ha a tünetekre áttérünk, fejfájás, ingerlékenység, vérnyomás ingadozás, szívinfarktusok gyakorisága megnő, szülések száma megnő,
aluszékonyság, vagy épp álmatlanság, attól függően, hogy milyen fronthatás jelentkezik. Ez minden területet átölel, és az emberek többségére hatással van. Mindenkit megelőzhető lenne, ha egy kicsit jobban odafigyelnénk saját egészségünkre. Mondhatja még főorvosasszony a tüneteket továbbra is, mert hogy ugye más csoportba tartoznak azok, akik krónikus betegek. Igen, krónikus betegeknek még inkább oda kellene figyelni, mert főleg melegfronthatásnál az infarktus gyakorisága nő, a trombózis hajlam nő, nyilván akinek van eleve egy meglévő szívbetegsége, melegben tágulnak az erek, pangás jelentkezik, ez hajlamosít mindenképp a trombózis képződésére, vagy hidegben pont ellenkezőleg szűkülnek az erek, akkor amiatt gyakoribb az infarktus, vagy görcsös betegségek ilyenkor halmozottan jelentkeznek. Itt például romolhat az epilepsziás betegek állapota, veseköves rohamok, epeköves rohamok, koraszülések gyakorisága, mind a hidegfrontra vetíthetők vissza. Tehát akkor elég sok összetevője, illetve tényezője van ennek. Említette főorvosasszony azt, hogy nem vagyunk eleget kinn a szabadban, kinn a környezetben, tehát nem vagyunk eléggé edzettek, és hogy nem így volt ez mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, de ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem így volt ez, mármint az időjárásra vonatkoztatva 30-40 évvel ezelőtt sem. Tehát mennyiben lett agresszívebb az időjárás, vagy mennyiben változott az időjárás? Az időjárás sokkal agresszívebb lett, mint korábban. Ez a panaszok talán fő oka. Nyilván az ózon, a savas esők, a kipufogó gázok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több fronthatás éri a szervezetünket. Magyarországon statisztikai átlag alapján hetente 1-2 front fordul elő. Sajnos ezt manapság tapasztalhatjuk, hogy ennek a száma egyre nő. A nemeket tekintve vannak-e különbségek, különbözőségek? Igen. Részben az, hogy a hidegfrontra általában a férfiak érzékenyebbek, melegfrontra pedig a hölgyek. A hölgyeknél általában gyakoribb a frontérzékenység, de ezt az orvosok arra is vetítik vissza, hogy a frontérzékenységnek a hormonrendszerrel is komoly kapcsolata van, és miután a hölgyek hormonrendszere sok mindent befolyásol, ezért gyakoribb talán náluk a frontérzékenység. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon sokat beszélhetnénk erről, de fogunk is még, mert igazából még a nagy hőség kánikula az odév van, és azért az is egy speciális megelőzést és védekezést igényel a nagy meleg. Köszönjük szépen még egyszer!